Idegenben jó az egy pont, tartja a mondás, de a Kisvárda győzi ment Békés Csabára. A vendégek meg is tettek mindent a sikerért, és az 57. percben egy baloldali beadást követően Melnyik fejesével meg is szerezték a vezetést. Csak 4 percig örülhettek előnyüknek a várdaiak, egy bedobást követően ugyanis Hely Viktor fejéről zöldesi kapujába hullott a labda. Több gól már nem született, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott a forduló rangadóján. Tudtuk, hogy a hazai csapat mindent egy lapra föltéve fog játszani ezen a mérkőzésen. Nagyon agresszív futballt mutattak, szerintem feszültségtől nem volt mentes ez a mai találkozó, és rengeteg párharc volt, főleg a levegőben volt nagyon sok párharc. Tehát ennek következtében folyamatos játék nem is tudott kialakulni a mai mérkőzésen. Szerencsére nekünk sikerült egy szép támadás végén gólt szereznünk, csak utána nyilván a hazaiak fő fegyverténjeit az oldalbedobásokból rengeteget tudtak veszélyeztetni, nagyon nehéz volt levédekezni, ezt sajnos becsúsztattuk saját magunknak. Utána is igazából a rengeteg felivert labdát kellett hárítani, abból próbáltunk kontrajátékot játszani, amiből meg is voltak a lehetőségeink, ebbe kellett egy picit pontosabbnak lennünk, akkor meg tudtuk volna nyerni ezt a találkozót. De egyébként azt mondom, hogy így a mérkőzés egy-egy valahol reális, mondom pont annak fényében, hogy nem tudott kialakulni folyamatos játék. A forduló további eredményei a következők: Vác Zalaegerszeg 1-0, Szolnok Győr 2-1, Budaörs Sopron 3-0, Dorog Grosics Akadémia 0-0, Soroksár Kazinc Balszika 2-0, Gyirmót Csákvár 3-1 és Budafok Moson Magyaróvár 1-1. A tabella élén az MTK Budapesttel 64 ponttal, megelőzve az 51 pontos Kisvárdát, amely vasárnap a Vácot fogadja.